tehát akkor kiosztanánk a főzéshez való cuccokat, van itt bogrács, balack, olyan állvány, meg ez a rófa, ilyen a ez. Minden csapat kap egyet, jó? Ez! Ezt utána kérhetik majd visszaszolgáltatni. Jó, nem áll. Ez valami vudu kereszt. Ja, minden zakamennél van. Miután már nem használjátok. Az étel részért, ugye az, mivel hűtőben kellett tárolni, ezért már lementek, mindjárt jönnek. A magiszter parkolójában van engedélyünk ilyen megmozdulásra, úgyhogy ott lesz maga a főzés. Igen, azt nyugodtan. Van egy ilyen Dacia, Riga rendszáma annak a környékén, nyugodtan lehet. Semmi baj, hogy bármi baj történhet még. Igaz, Balázs? Igaz, jó? Na most legyen. Tehát ott megyünk veletek, azt megkeressük az ideális helyet hozzá. Igen, ami fontos, hogy kaptuk a fülünkre az információt, hogy meglepetés program lesz még, hogy mára még legyen. 2 órára kérhetik minden csapat teljes létszámmal a nagy sátorba megjelenni. A sátorba megjelenni. Na most csak rólunk szól, hello, nem az a B! Nem! Ad nekem mindenféle feladatot! Azt a láncot a Bruno-nak ad, jó? Már én szereti nagyon. Nem is értem, miért nincs rajta. Ez menem. Én nem kapok paradicsomot. Egy paprika nekem, egy paprika neked. Somja úsz kapott. Tudom, de hazahogy úsz kapott. Tényleg sorba állunk, úgyis marad. Igazat színház előtt. Hú, Pető, hoztál zenét, AUX, Seat Oblock. Na, valaki számoljon meg már. Hozok kampót is. Ne ragd. Tudod, miért nehéz ez? Mert egy kézzel koncentrálni kell a lapos üvegőt. Ez zsírúj azt. Le nem teszed, mi? Az ott a parancsnoki lapos üveg. Igen, a parancsnoki lapos üveg, könnyűen fel. És ki a parancsnok? Jó. A Nóra. Ne tegyük oldalt. Azt hiszem. Végül is az övé. Figyelj, az övé szép. Keep calm and say on. Yes! Nem kell álmozni, ezt én szerint darabolt minden. Látod, Zoli, nem kell kicsit álmozó. Nem kell, direkt így vettünk. Ügyesek vagytok. Tegnap arról beszélgettünk, hogy megszívassuk a csapatokat, hogy hámozottat, vagy nem hámozottat veszem. De saját magunkat szívattak, a hulladékkezeléssel. Igen. Azzal, hogy délután 5-ig itt álltak volna. Igen, mi is így voltunk vele, hogy inkább jobb az így. Nálunk a tanszéken volt ilyen közös, hát nem paprika, pörköltre meghittük a tanszéket, és ott hámozták a lányok a krumplit, és a krumpli héjat elástuk, egy helyre hívtam azt, hogy hássuk el, és következő évben odaültettem a krumplit, és Gyulának mutattam a fotót, hogy nézd meg, ahol elástuk a krumpli héjat, hogy kikált a krumpli. Persze nem volt igaz, csak... Róla, csak ez rajta van, érted? Faszod, sok lesz. Hogy szedjem? Ez nem mit csinálod? Itt szép kéne, de érted? Ez jó lenne. Csak... Ennyi cuccot. Itt is van egy kampó. Oké, és már kettő van. Amúgy is kettő kell. De ez nem jó, mert azon nincs kampó. De fél szolgára. Nem tetszik, de ha akarok, én nem szeretem. Szóval
össze lesz vágva a történet. Paprikába töltött paradicsom és kolbász. Kolbász. Igen. Egy paprikás krumpli újra gondolva. Ahogy nagyanyáink csinálták. Pontosan, pont ugyanaz. Na, hát ezt látod, az nagyon jó. De Erika, te neked nagyon megy így a kezed, szóval... Igen. Szóval te azért már gyakorlott vagy ebbe a történetbe. Válasz rossz egyébként, olyan konyhafőnökösen nyomja egyébként. Jó. Csak nem ilyen lehomlítás. Mindenféleképpen. Gyakorlatilag az eszenciál lesz egyébként az egésznek. Most történik a húsfelvágás. Erikánál láthatjuk egyébként, hogy annyira gyakorlottan húzza a kést. A bónó. Igen. A Laurán az a furcsa, hogy másik kézzel csinálja, és egy kicsit az ilyen... Megzavarja a rendszeredet? Ilyen fordítottan csinálja, de nagyon jól néz ki. Az mi? Egyébként. Az igen. Bor. Távolodj. Tőlem sátán. Ez a Benny. Megnézzük, hogy ez mi lehet. 2017 ágyas megy. Na hát akkor most megnézzük. Szakértőként, igen. Kérem, kóstolja meg. Persze, még a szöbb. Azt még elmondom a Büdös Tibinek a poénját elloptam, hogy korán reggel, ez egy orosz közmondás, korán reggel, hogyha az ember berúgik, akkor utána szabad az egész napja, úgyhogy egészségetekre. Szintet kell tartani. Kezdjétek el melengedni. Kicsit ilyen bombom egy, de úgy benne van az a kerítés szétszaggató. Igen, igen, amúgy. Hátsó mutatvány. Pánika. Nagyon. Gyere, kosztod meg! Jó néz ki! Barunk nincs! Nem! Hála Istennek nem az enyém! Hozzák a vizet! Azt most kaptam! Igen? Úgyhogy egy ilyen nagyon-nagyon érdekes fázisban vagyunk, még mindig a kolbászt vágunk. Még mindig kolbászt vágás. Mi az, hogy felgyújtja bazagát? Mik a kilátások? Megint nézni fog? Nagyon jó, nagyon jó a kilátások egyébként, azt nem nézem az állnézs, hogy szegfűség, hogy mi a vár? Ez őrös fekete bor. Segítek. Mi az, hogy ő? Mi az, hogy nem ő? Azt hittem, hogy lesz egy kis ilyen feltűnünk volt a verzió, tudod? Ezt így láttad már? De egyébként én még krumplit nem láttam olyan zsákba, szóval az nagyon érdekes. Gyere, nézd meg, előre feldarom, hogy Julienne-re vágva. Na, Julienne-re vágja, de jó vagyok. Meg egy kis csíny. Jóó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 ó
igazából. Ne szaggass ki, meg kijön! Fel van már előre kockázva a krumpli. Ez, na, ez egy darab, nem. Ez az egész, ez csak az úgy durva, hogy az egész vacska eltűzik. Én paraszt gyerek vagyok, de nálunk nem ítélem a krumpli, az biztos, nem, szóval. Nem, Gabi, így vacska. Húzunk ki a fő dalomba. Tényleg szétlássuk, kirántjuk, és hogy egyből! Ott így, ott léci. Mit csinált? Kapott. Öt gyújtott. Ja, kaptak. Kaptak. Ja, megvan. Ó, tessék. Akkor nagyon szívesen, bármikor. Erika, nincs meg arra, ami nem gyulladt fel. Nincs hagyja. Tartsátok távol az üstől, nem van nekik. Meg se lepődik, hogy a hutna szeretném hallani. A zöld kucsi. Hát kipróbáljuk, mert ott a másik, hogy reduktor nélkülösen, hát ha annyi erő van még benne. Nem, hogy reduktor nélkül főnök, az már zöldobban nem kéne. Nem fogom felrúgni, nem. Köszönjük. Mindjárt döntöm őket. Csak nem mindenki szeret. Saját palackozás? Mi van benne? A sör. Én nem kérem. Nem vezet. Mészi szerintem kérne. Mészi, de ezt kérje, Mészi, pontom ezért hozzá. Nem, azért meg megszoktam, hogy alapból az első nap. Nem, amúgy kurva. Mikor lesz a nap? A sikurva. Hát ha nem bánod, én várom. Köszönöm. Jó, meg volt. Meg volt.
Hello! Gyakorlok, hogy mikor megyünk hozzá. Helyes. Olvad a zsír! Jaj, ezt ne vegyük fel! Úristen! It's a moslék! It's a moslék! Léci, ne! Miért moslék? Nagyon undorít! Legfeljebb nem gyerünk, ja! Jeges kumpliból nem lehet más kihozni! Csinálunk, jó, hogy ne látsz! Az fagyott kumpli, mire kérdeztél emét? Addigra... Rük! Tegyétek a gázt nagyobbra! Attól olyan jó, mert a szinti belejön! Hogy csináltam? Tényleg egy kis vizet még lehet, hogy lehet már lakni, nem? Szerintem. Dehogy így, többet nem vagy. Egész egyetem, hogy szállt. Emeljétek fel a gázt. Hol van a zsír, basszátok? Fölemelte. Jó? Jó, akkor légy szíves, Doma, nagyon lesz. Fokozatra. Papi? Ja, tudom. Ja. Igen. Mondjuk én piromániás vagyok, tehát de jó, hogy megcsináltam, mert így előtteig több gáz volt, hogy a zsír, az konkrétan, ahogy beleraktuk a fagyasztott hagymát, így megdermett és összeállt, és így összeállt a hagyma. Ebből nem lesz kaja sosem. De most már figyelj, hogy jó. Csak hogy azért... Számold a babérlevelet, nehogy eltűnjön. Tehát kettő van benne, de... Tegyünk még bele? Még egyet? Nehogy túltoljuk. Figyeljetek, ugye a textúrájára. Ugye kirültek a babérlevelet. Tati, azt mondják, ilyen a jó majális. Azt mondják, ilyen a jó majális. Ilyen egyetemista módra. Egy zsíros deszka, egy soproni, egy házi sör, ugye hát, egy házi. Színes háttér. Nem igaz, hogy ma nem. Kosár. Hello, lányok! Hello, lányok! Csirke alaplétben van? Szia Szegi, ez a Pocsolya és Mélytengeri Tanszék első adása. Lenne egy kérdésem? Nem tudom. Lejt a víz. Tudod milyen szardomnak fő... Nem víz szintes. Na szóval... Tudod milyen szardomnak fölfele úszni? Na szóval, első kérdésem. Milyen színű volt a tegnapi főműsorunkban a Boldogság Elixír? Nem tudom. Ugyanis én gyakoroltam a gatya átvevős jelenetet a ti műsorotok elé, és jelentem, sikerült átvenni a nem csikos gatyát. Köszönjük szépen, rossz válasz. Büntetés jár ezért. Jöhet a következő alany. Ennyi elég volt. Igen. Kösz, hogy behavadsz egyébként előtte. Vádlak tényleg. Huti, mint mentorunk lenne hozzá egy kérdésünk. Milyen színű volt a tegnapi főműsorunkban, az Aquaman főműsorában a Boldogság Elixír? Sárga. Büszke vagyok rád. Jó, második kérdés. Boldog vagy? Nagyon. Harmadik kérdés. Hány éves a Desztilládi, azaz én? 96. január 5-én született, úgyhogy igen, ki kell számolnom, hogy akkor persze. 23, várjál? 96, 23 múltál januárban. Akkor ő nem kap locsolást, illetve a következő alany. Nem tudom. Nem tudom. Aha, január 5. 95 január 5. Hello. Lenne egy kérdésünk. Az első kérdés, hogy a tegnapi Aquaman főműsorban milyen színű volt a Boldogság Elixír? Tedd fel a második kérdést. Nem tudod a választ? Nem tudom a választ, pedig ott voltam, színvak vagyok.
tényleg? Vagy nem, de úgyis vagyok szigorú. Na akkor még egyszer a kérdést ismételjük. Szóval a kérdés az volt, hogy milyen színű volt a boldogság elixire tegnapi Aquaven főműsorban? A boldogság elő... kék? Hát ez rossz válasz. Rossz válasz. Ez büntetéssel. Büntetés. Van még egy lehetőség? Második kérdés. Hány éves desztilládi a biobúvá? 20. Hát rossz válasz. Harmadik kérdés, azt nem lehet elrontani. Boldog vagy? Na még egyszer tett fel. Harmadik kérdés, boldog vagy? Mondjuk igen. Yeah. Yeah. Jó válasz, ezért már nem jár büntetés. Köszönjük szépen. Köszi. Következő alany. Nem szíjazunk semmit. Szia Venet. Lenne hozzád egy kérdésünk, amíg szeled a kenyeredet. A tegnapi Aquaven főműsorban milyen színű volt a boldogság elixír? Halvány sárga. Jó válasz. Második kérdés. Második kérdés. Boldog vagy? Igen, boldog vagyok nagyon. Harmadik kérdés. Hát igen, május első. Tényleg ünnepel. Utolsó kérdés. Igen. Hány éves desztilládi a biobúvár? Hú, most megfogtál. 22. Hát rossz válasz, ezért büntetéssel. Jól van, a mai adásunkban még egy alanyt megkérdezünk. Ki legyen az? Menjünk el a Champions-höz. Menjünk el a Champions-höz. Sziasztok! Champions! Jó, akkor te maradtál, Zsófi. Első kérdésem, a tegnapi Aquaven főműsorban milyen színű volt a boldogság elixír? Sárga. Ah, jó válasz. Jó, második kérdés. Hány éves desztilládi a biobúvár? 23. Jó válasz. Harmadik kérdés. Igen. Boldog vagy? Persze, de nekem is lehet egy kérdésem? Igen. Hogy most megyünk vízért, és azt hittük, hogy nálatok mindig van, és most nincs. Most mi van? Azt hittük, hogy tőletek kell vizet hozni. Van. Akkor de hoztok nekünk vizet? Hát igazából minden második csap a miénk, szóval hát nyugodtan lehettek belőle. És a többi csap az kié? Az állami. Az állami. Jó, van, megyünk tovább, köszönjük szépen. Jól válaszoltatok, nem kaptok büntetést. Jó, akkor még egyet. Jó. Mi legyen, most választ te. Ricardo, itt van? Jó. Szia Ricardo, lenne hozzád egy kérdésünk. Figyelek. Első kérdés, milyen színű volt a tegnapi Aquaven főműsorban a boldogság elixír? Az narancssárga. Ah, büszke vagyok rá, jó válasz. Figyelek. Második kérdés, mennyi idős desztilládi a biobúvár? 50. Hát ez félig jó válasz, mert amúgy... De nem, ez amúgy nem jó megoldás volt. Jó. De amúgy nem. Ha nem. Szóval tippex. Mennyi, mennyi. Gyere rám, gyere rám! Jó. 23 vagy 22? 23, ja. Hát, akkor ezért már nem jár büntetés. Ezért már nem. Még egy kérdés, boldog vagy? Olyan boldog vagyok, mint ide a szomszéd falu. Köszi szépen, vagy? Most te kérdezzél tőlem. Nem az, hogy boldog. Hány éves Toscán Ricardo az olasz nemes? 24. Nem. Toscán Ricardo 50 évet ült már, mennyi idős? 74. Hát 73, de nem volt rossz, nem volt rossz próbálkozás. Büntetés. Akkor a másik kérdésem az lenne, hogy mit vársz a holnapi naptól, a főműsoroktól és a filmektől? Hát minden jót, boldogságot és szanaszét. Jó, büszke vagy? Büszke vagyok és boldog. Nagyon jó. Köszönjük szépen. Ez volt a Mélytengeri és Pocsolya Tanszék mai adása. Holnap folytatjuk. Halló. Én még azt szeretném mondani, hogy összevizezték a pólómat. Fogd meg! Sziasztok! Köszönöm.
de nem fogja buvarékot, mert hát tudok ajánlni, amíg ezt kezdjük beszélni. Ó, megvan a játék. Nem, még van egy edzetfüzet is, aztán hírni nem szoktam. Ha végezni, mondd, hogy e! Beszéljük, e! E! Megvan este, mit viszünk. Oly! Ez kinek a sőre? Vannak e! Ki ment vissza? E! Mindenki vissza, Gergely! Bocsi! Itt a minta, ilyennek kell lenni, hogy megállvenne a kanálat. Hát nem tudom. Szerintem nem olyannak kell lenni. Majd lefagyasztjuk. Gyuzi, te nagyon beépülsz itt a rendszerbe. Igen. Ez a tehetség. Lassan kéz a cement. A jobbról balra is tudod keverni, meg balról jobbra is. A babérlevelet követ. Több év tapasztalata. Józsi, a babérlevelet kevert már bele, mert az ott nem lehet a szélén. Úgy. Az mondják, hogy a lorenzelőrket ki kell kompenzálni. Igen, igen. Miért kell ilyen magasítót a szélére, hogy többet tudjuk bele rakni? Még egy kis kálisó jön. Józsuk még egy kis téglát. Irányítani nagyon jól tudok. Hogy rakjunk még be egy kis ettát. Hogy az ízvilágát tudjuk megemelni. Eddát.